Szép jó hajnalt mindenkinek! Thorin vagyok. Ez pedig a Reventure. Lássuk, mit csinálunk. Egy teljesen tiszta mentésben. Egy szimpatikus kis pixel art kalandjáték, ami némileg össze van kötve, hogy hasonlít mondjuk a Minitre, csak nem egy önkényesen megválasztott 60 másodperc az élettartamunk, hanem az első olyan akcióig tart, amiben bele tudunk halni valamilyen formába. Az, hogy mibe tudunk belehalni, azt egészen tágan értelmezi a játék. Tudunk mozogni, mi, Timek. Tudunk ugrani, illetve van egy darab akciógombunk. Ablakon át tudunk távozni. Mehetnénk a királyhoz is, mert hát nyilván, de... Hubi! Próbáljuk meg elkerülni. Na. Köszönjük! Köszönjük! Oh, majdnem belefutottunk újra. Nem biztos, hogy egészséges. Na, mit találunk? Veszélyes, menj egyedül. Vagy valami ilyesmi. Ugye kapunk egy kardot. Ilyenkor mindig kardokat kapunk. Tudunk bökni a karddal. És le tudjuk bökni az öreget. Szemben más játékokkal. És hát kapunk egy miért nem oké. Még a pénzét is kiloptuk. Haha. És hát ugye, mint látható, 100 végjátékunk van, végállapotunk. Ez az első. Úgy érzezte a játék, hogy ez lesz a legelső, amit mindenki csinál. Nem feltétlenül jog nélkül. Kapunk egy címkét, és egy, hát többé-kevésbé helytálló értéket, hogy mások hogy teljesítettek ehhez képest. Már is 4%-kal a játékosok fölött vagyunk, mert egy végjátékot megcsináltunk. De ez alig több valószínűleg, mint hogy betöltöttük a játékot. No. Ó, vannak titkok. Mi van erre felé? Semmi. Az nem sok. Erre nem látok semmit. Esésbe azt hiszem nem tudunk meghalni. Azt hiszem. Bár lehet, hogy vannak olyan változatai. Ó! Ó! Kis titkos láva folyam. Felteszem, nem túl egészséges beleugrani a láva folyamba. Menjünk arra, menjünk arra. Nem tudom, mit találunk itt, titkos barlangok közt.
Oké. Ó! Szuper titkos helyen vagyunk. Ki tudja hol, mit, merre. És találtunk egy kis titkot, nem tudom, hogy hova vezet. Azt sem tudom, hogy jó-e nekem, hogy találtuk. Ó! Fölkérik, hogy ne henteregjenek itt az emberek. Igen, nem túl oké, hogyha tönkre tesszük. A kajakészletet. No, hát... Már is találtunk egy viszonylag ritka befejezést, úgy érzem. És 9 hónap elteltével mindenki visszanő. Ugye nem tudunk technikailag meghalni. És bár alapvetően nem... Minden visszaáll, kivéve ami nem, például itt időnként megkapjuk a előző kalandunk sípkáját és más egyéb hasonlók. No. Kit tudunk még leszúrni? A füvet is ki tudjuk vágni. Például az őrt is le tudjuk szúrni. Úgy látom, ez is egy vég. Csak hogy egy barátságos őrbe szúrjuk, bökjük, és ezért nyilvánosan kivégezték. Még mindig jobb, mint az öreg esetében, ahol úgy látom, ezt minden további nélkül megtehetjük. Na, és már 84, már 12%-kal a átlag fölött vagyunk. Már a 12%-át megelőzzük. Na, és Tim tesója, Tinku vette át a opciót. Lássuk be, valószínűleg még sok-sok tesóra van szükségünk. Éljen a király! No, királlyá koronáztak. Nagyszerű, van egy birodalmunk. Úgy látom, ez lesz az új nemzeti sport. Öljük meg az aktuális királyt. No, hát haladunk. Tinku második köre. A sapkája kegyetlen. Tinku a rövid. Splotch. Elbuktunk egy kőben. Lol. Na, hát ezek szerint remélem nem random meg fogunk halni minden negyedik, ötödik alkalommal abba a kőbe. Ez egy kicsit kellemetlen lenne.
No. És ugye itt már kikerült két kép, az öreg királyról, meg az előző hősünkről, és az új öreg királyról. Na, fel tudunk odaugrani helyet. Na de... Ó. Na, mi lesz? Beugrunk a kéménybe, és karácsonyi szeretetet osztunk. Mindenki kap egy Reventure-t. Aha. Teljesen észrevehetetlen, hogy mit szeretne a játék. És utána karácsonyi sityakba meg ruhába vagyunk. Kegyetlen. Volt-e még valami ott fönt? Valami szobaféle van ott. Mondtam, hogy nem mehetsz át. Hagyd figyelmen kívül a hős üzenét. Mr. Huggal nem halálos módon lehet működni. Ó! És... Szeretjük a macskákat! Egyre több macskát szeretünk, és egyre kevesebb akármit csinálunk, főleg kalandozást. Ups! Macska halál! No, hát ez egy ilyesmi játék. Haladjunk a különféle megoldásokon. És Pavlovval a macskával. Macskával úgy bizony. Ki tudunk még szeretni? Itt is van egy sejtetés, egy tipp. De hát egyelőre úgy érzem, nincs probléma. Tudjuk-e szeretni az őrt? Wow! Azt a repülést! Ouch! Ez fájhatott. Kegyetlen szöveg. No. Ezek szerint nem feltétlenül egészséges, ha mindenkit szeretünk. Mert esetleg belénk szúródik egy dárda. Amit meg is tartunk a következő alkalomra. Majdnem. Lehet-e még szeretni valamit? De mi történik, ha leugrunk? Szeretettel vagy anélkül? Ouch, nem biztos, hogy jó ötlet szeretni a szörnyikéket. És elviszi a hullánkat. Elviszi a hullánkat. Még kinézem, hogy meg is eszi. Tudjuk-e szeretni az öreget?
hegytetőn. De olyan cukik. Felteszem a királyt tudjuk, de azt még meghagyjuk. Majdnem ráestünk a kis szörnyikére. Lehet szeretni az öreget is. Ouch. Ouch. És már is egy harmadát elértük a átlagos teljesítőkészségnek, hajlandóságnak. Van árus? Keressük meg. Felteszem a másik irányba. Találjuk. Kérdés, hogy fel tudjuk eszedni a kardot. Ugye elvileg nem harcolhatunk szerelmünk koncepciója által. What? De tudunk bújni az ágyba vissza. Mint ha lenne egy fészek vagy valami ilyesmi. Felszedhetjük a kardot. De továbbra is. Úszni tudunk, helyes. Itt a bolt. Akkor szeressük a boltost. Upszi. Ajjaj. No. Hát aztán még szeressük meg a királyt, és utána kezdjünk végre karddal élni. Mégiscsak az a hősök igazi eszköze. És kicsit derítsük föl jobban a terepet, de mint látható, elég sok és elég eszelős opciónk van. Yeah! Lassan mindenki elhátrál, nem tudjuk mi ez, nem a mi dolgunk. Szívek királya.
No. És királynők lettünk. De szerintem ennyi kell ahhoz, hogy az királynővé váljunk, hogy meg kell csókolni egy királyt. Ó, koronánk is van, meg rucink. Van egy tojás. Majd valami lesz belőle előbb-utóbb, felteszem. Remélem random nem fogunk leszúrni valakit, akit nem kéne. És itt az új királynőnek a képe is, helyes. Ó! Oh. Ó, valóban milyen kellemetlen lenne, ha tönkre menne a raktárban az összes kaja. Mit kapunk? Ó, hé, de egyre kisebbeket tudunk csak ugrani. Mondjuk a mászókampóval úgy látom, ez nem probléma. Ajaj. Piros gomb. Miért nem enged át? Van koronám. Na, hát oda már nem tudunk felugrani. Hello. Rakéta. Nukleáris rakéta. Mi más? Mi más? Jó, úgy érzem, ide egy kicsit nagyobb ugróképességgel kell megérkezni. És most hogyan... hogyan tovább? Mert ugrani már nem nagyon tudok. Hát, azt hiszem kipróbáljuk, hogy mi történik, ha lávába ugrunk. Amit vártunk! Jó. Akkor össze kell szedni azt az ugróbogyót, azt hiszem. De anélkül, hogy túl sok nehezítésünk lenne, túl sok nehezékünk. És akkor azt a rakétát azt valahova fel tudjuk használni. És egyúttal a koronát is elvesztettük, kár. Nagy-nagy-nagy kár. Hmm.
De amíg nincs kardunk, addig nem adja ezt vissza. Akkor kell a kard. Meg kell a... Hogy hívják? A mászókampó. És semmi más. Illetve majd, ha valahogy meg tudunk szabadulni a karttól, akkor az is kell, de... Egyelőre nem tudok rá ötletet. Remélem tudunk eleget ugrani a két eszközzel. Reméljük. Oké, akkor ezek szerint tudunk sérülni. Persze, hogy tudunk sérülni. Ez hülye kérdés. És mi van erre? Van egy titkos szoba. Egy másik titkos, még titkosabb szoba. Ó! Titkos hegytető. Majd jövünk egyszer ide, de most a... Ups! Ha! Nem ezt vártam. Kár. De ezek szerint ki tudunk lapulni. Még laposabbra, mint eddig. Wow! Oké. De innen meg le tudunk ugrani, köszönjük játék. Meg akar kötni mindig mindenben, ahogy csak lehet, amennyiszer csak lehet. De igazából akkor nem kell, úgyis ugrom. Akkor nem kell a kard. Meg lehetne kard nélkül is futni. Mászókampót. Ott a splatsunk. De így szerencsére vízbe esünk, és hogy akkor semmi baj nem érhet minket. Remek, megvan a rakéta.
Oké. Splotch. No. Működött. Volt valami hercegnő is állítólag, de az... Na hát, innen folytatjuk legközelebb. Ez egy ilyen játék. Még van sok végállapot, amit nem néztünk meg. Már ennyi.